Egy idő után már annyi ilyen történet volt az én fejemben, annyi szereplővel beszélgettem, konkrét párbeszédeim voltak, meg konkrét jelenetek, és én ezt valamiért akkor úgy éreztem, hogy ez egy érték, ami az én fejemben van, ezért szépen leültem, és elkezdtem leírni. Írói pályafutásának kezdetéről mesél Barát Viktória. A fiatal nőnek 2016-ban jelent meg az első könyve, amely az álmok valóra váltásáról, a leküzdendő akadályokról és a saját határaink átlépéséről szól. A szerző 2012 óta ír, bár kezdetben csak a saját szórakoztatására gyártotta a történeteket. Amikor végül úgy határozott, hogy kiadná azokat, már egy trilógia és 4 különálló sztori lapult számítógépén. Barát Viktória elmondása szerint nem készült írónak, sőt gyermek korában az olvasást sem kedvelte. Míg nem, egyszer a kezembe akadt az Adrienne Moll titkos naplója című könyv, ami gyakorlatilag abban az életszakaszban talált meg engem, amiben pont azok a problémák vetődtek fel a regényben is, mint ami engem éppen érdekelt, és éppen aktuális volt nálam is. És rájöttem, hogy ez az olvasás ez nem is olyan rossz dolog. Mezőtúron születtem, tehát szoktam mondani, vidéki lány vagyok. Ehhez képest majdnem az egész életemet Budapesten töltöttem, ott nőttem fel. Viszont megjártam Németországot is, Hannoverben éltem 4 évig, és most visszatértem Magyarországra a faluba, de nem Mezőtúra, hanem ezúttal Alsó-Némedin élek. 24 éves voltam, amikor elkezdtem az írással foglalkozni, akkor még nem annyira tudatosan csináltam ezt, inkább csak saját szórakoztatásomra, hobbi szinten. És 2015-ben jött az a gondolat, hogy akkor én ezzel komolyabban szeretnék foglalkozni, és így 2016-ban jelent meg az első regényem. Az írónőnek jelenleg 10 regénye van, akad köztük egyedülálló kötet, illetve 2 sorozat. A romantikus műfajba szoktak sorolni, és igazából én is oda sorolom magamat, viszont a romantikus szálon kívül én mindig szeretek egy kis plusz izgalmat, kalandot belevinni a történetbe, és így volt már mellékszálként vagy főszálként például az igazságszolgáltatásnak a világa, vagy a drogkarteleknek a világa, illetve az egyik regényem például Rómában játszódik. Nem nagyon szeretek próbálkozni, ez az, ami bejött. Én szeretek annál maradni mindig, ami bevált, viszont kacérkodom a gondolattal, hogy másban is kipróbáljam magam, de nagyon nagy változást nem szeretnék, tehát a romantikus szál az mindenképp megmaradna. Esetleg történelmi regényen gondolkodnék, vagy kicsit ami még kalandosabb kalandregény, de azért a romantikus szál az mindig megmaradna benne. Eddig még csak a 21. században játszódó regényeim jelentek meg, de erősen gondolkodom rajta, hogy egy kicsit a múltba is visszatekintsek, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas lehet ez olvasói szemmel is, és írói szemmel is. Az ihlet bármikor és bárhol megtalálja az írót, mondja a fiatal nő. A legtöbb történet egy álom tovább gondolása, de olykor elég egy dal meghallgatása, vagy egy filmből kiragadott jelenet. Például most a legújabb sorozatomnak az alapötletét egy dokumentumfilm adta, tehát az nagyjából fedni fogja a valóságot is, nem annyira kitalált a történet. Nagyon sok álmomat én is elfelejtem, de pont azok az álmok, azokból az álmokból lesz valami, azokat gondolom tovább, amik megmaradnak. És sokszor elég csak egy érzés például, hogy egy adott álomban én hogyan éreztem magam, és azt gondolom tovább, azt fejlesztem fel egy regényé, mert tudom, hogyha napokig még foglalkoztat az a gondolat, akkor valamiért annak a történetnek meg kell születnie. Barát Viktória azt mondja, igyekszik a saját személyiségéből, gondolataiból is megmutatni a szerzeményeink keresztül. Azt szoktam mondani, hogy általában a főhőseim vagy nagyon én vagyok, vagy pont olyanok, amilyen szeretnék lenni, de sajnos nem vagyok. És így szoktam elérni egy kicsit, hogy olyan igazán magabiztos és talpra esett lehessek, ami egyébként nem vagyok sajnos a magánéletben, de ezt a könyveimen keresztül és a karaktereimen keresztül kiválóan meg tudom élni,
Viszont a saját gondolataimat, a saját elképzeléseimet a világról mindenképp szeretem beleírni a könyveimbe. Ez olyan, mint amikor az anyát kérdezik, hogy melyik a kedvenc gyereked, és senki nem meri bevallani, de van bizonyára mindenkinek. Én is így vagyok vele, és pont amiről az előbb beszéltem, hogy mi az, amiben legjobban bele tudom magamat rakni, és amiben a legjobban a saját gondolataim szerepelnek, az az Egy év Rómában című regényem.